Várjál. Na, tehát itt látjuk, amit összeszered, hol hányos, tehát ma mutasd. Na. Igen, itt látjuk, kérlek szépen, szépen. Jöjjön erről a kamerával, legyen szíves. Igen. Itt bal oldalon lesz a csodálatos kipufogó ív megoldást. Ami egész oda lemegy. Egész leviszi a füstöt, kérlek szépen, igen. Ami pontosan az orrod alá örvénylik föl. Igen. 100%-osan egy gyönyörű két tengelyes, úgy látom. Júj, micsoda vacsora! Igen, úgy látom, igen. Szépen akkor, itt gyönyörűen elhozzuk a kondenzátornál. Igen, tehát itt a lámpatest... Tehát érdekesség a teteje, ugye? A lámpatestre tessék, külön fölhívnám a figyelmet, hogy milyen... lehet észlelni éjszaka. Milyen csodálatosan van megfogva az eleje, illetve egy picit előrébb tetszik jönni a gajtörő rács. Ez nem valami lövő? Nem, ez a gajtörő rács, ide. Ez olyan, mintha lőne. Tehát itt egy dupla csukú vadászpuska. Itt van az egész szerkezet egyik a legnagyobb újítása. A lelke. A lelke. Egy igazi falusi itatós teteje van csodálatosan beépítve, egy ilyen gördeszka alakú. Hát a milyen gyertyapipa. A gyertyapipa, kérlek szépen, az csak egyszerűen csak Csabán vették a bosba. Rá van úgy fogadva, semmi nélkül. Akkor tehát ez mellette ez ott van ott egy ilyen... Ez mi ez? Nem tudjuk, hogy mire való, de úgy látom, itt valami baj... Jaj, akkor egy... Megvan, egy következő újítást tudnék mutatni, ezt így le is emelném egy picit, hogyha ezt tetszene látni, hogy ez egy ilyen alulemezből csodálatos ívekre hajlított megoldás, mely a tankot védi a hőfoktól. Igen. Na akkor haladjunk tovább, igen. Tehát akkor a berúgó meghajtás, csodálatos, igen, úgy látom. Ez micsoda? Nem, tehát ez nem. Itt MTZ, úgy látom, MTZ gépjárműnek is a... Na és akkor menjünk tovább. Na nézzük, most hogy hagyja fel a izét? Igen, és akkor menjünk vissza, kérem szépen a gázra, ami szintén egy nagyon komoly megoldás, ami egy ilyen egyszerű húzós megoldásból ad ki. Nem a kézifék? Nem, ez egy ilyen egyszerű húzós megoldás, majd átmegyünk a túloldalra, ahol a gáz irányító kallantyút találjuk, mely visszapillantó tükörben csillapodik meg. Kérlek szépen, van itt azt mondja, hogy úgy látom, hogy égszi, ha véletlen valami baj van, illetve segély esetén, illetve egy nem használatos jobb első fék, ami... De használatos, uraim, hölgyeim, elnézésüket kérem, egy csodálatos gázkar. Ennyit tudnék bemutatni előjárműről. Esetleg még meg tudnám mondani, hogy mi a gépjármű végsebessége? A végsebessége talán 60-50 tagság, talán itt a valósi bajnokságban úgy tudom, ami érmet is nyert már esetleg. Igen, sajnos le kell oknunk, mert az el nem merül. Köszönjük szépen az operatőrnek, igen, köszönjük. És a kommentárnak. Narrátor, borzos sólyom. Köszönjük szépen.